Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper vagyok, itt van velem Zsolt, vagy nem is tudom hol vagyok, most kinézzük a videót. Na mindegy, itt van velem Zsó és Banános. Hello, sziasztok! És Zsolt. Na! Mi a helyzet van? Jó. Én itt állok, ahol elkezdtem lerakni az alapokat, itt az út közepén. Itt te sétálnak a zombik mellettem, egyelőre ennyi. Fasza! Én meg nem is tudom. Még gondoltam, nem nagyon merem megtámadni a zombikat, mert sokan vannak. Ja, éppen megfagyok, jó van. Én meg megsülök, hallod? Mindenkinek megvan a maga problémájával. És nagyon messze vagyok tőletek egyébként. Akartunk volna menni közelebb. Gyerekek, tűzné vagyok és úgy megy le a hőmérséklet, mint az állat. Van helyzem. Nem a... És nincs is rajtam hideg ruha. Ajjaj, mi lesz? Leraktam ezeket a százas ilyen pilléreket. Nem mondtátok, hogy nem lehet ezt felvenni. Hát ki van? Persze, hogy nem lehet felvenni. Azt hittem olyan, mint a fémek, hogy fel lehet venni. Dehogy. Miért vagyunk vizesek? Jaj. Hello. Mert átgondoltam közben, hogy ez nekem kicsi így. Nekem nagyobb kellene. Ó. Ma akkor izé komoly gondok vannak. Hű, nekem nem is. Tudom, hogy hol találkoznánk. Egyszerűen nem áll meg a hűlés. Az előbb még meleg. Ja, hűlsz. Nekem már csak 15 fok, már nem is tudok futni. Jó, elkezdek. Mi? Havason vagy? Havas? Hát a hegytetőn van a bolt, és ott hó van, igen. Tehát ilyen jó magas dombon. Biztos, hogy a talajbenti fagyok vannak. De itt meg közvetlen mellette kiégett terület, hát nehogy már megfagyjak. Pedig megy lefelé. Állapotod romlott, kihűlés. Jó van. Nem hiszem, hogy olyan jó. Bassza meg én, nekem meg üldöd egy ilyen geci nagy zombi. Úgy, gyerekek, ez nem lesz jó, ez hát bolt nekem. Mit csináljak? Nem tudom, ki valamit ki kell találni. Kávét ide rakjuk futás esetére. De van nekünk egy fejszénk. Nulla fog, gyereket, ne! Ez a hordó, ez meleg itt. Bazd meg, nem hiszem el. Akadj már le rólam, te szar. Valakinél hallom, hogy nagyon. Gyerekek, a kávé felmelegít, iszunk egy kávét. Honnan hallom én a zombikat? Nem tudom, de engem kettő is itt üldöz. Szerencsére nekem itt lenne a fűbe volt. Nem tudom, mit kéne csinálnom nekem, meg mit akartam. Hát nem hiszem el. Aj, ez nagyon fut ez a zombi, van ez a tébolyodott, hallod? Ha. Miért akarok megfagyni? Nem jól csinálom. Nem hiszem el. Fogalmam sincs, hogy mit akartam csinálni, nem tudom. Jó, ez nekem így. Vizet azt csináltam, az oké. Okay. Egy pillért inkább. Végre. Az a baj, hogy... Megint hülünk, hihetetlen. El innen a hóból. Úristen, este is, hogy lehet le kéne mennem én. Elmegyek a gyakotásnak, azt hiszem valami. Na jó. Lehet, hogy lemászok én is ide a földbe. Á, most meg eltöltöm a lábomat. Á, nem jó az a dom. Nem jó. Jaj, de 1500-at hogy verjek ki itt? Zsolt, te vert ki, légy itt. Az aszfaltra gondoltam. Semmi perverzitás. Ajjajjajjaj. Ez így nem jó nekem. Ajjajjajjaj. Nekem se. Nem tudom, mit csináljak igazából. Mellettem meg fügyes terület, vagy azért erdős terület. Rosszul indultak a dolgok, azt hiszem itt most. Nekem is, az a baj, nem tudom, hogy csináljam. Én meg az a baj, nem tudom, mit csinálok. Találják ki valamit, célt aztán csinál. Jó, csak egyre el van törve a lábam, hülök, és fogalmam sincs, hogy hogyan oldjam meg a dolgokat. Hát, hóba vagy? Igen. Hát akkor ne legyél hóba, megy ki oldal. Hát, oké. Okay. Most már csak egy pólya kéne, hogy elhúzzak innen. Másztam le a dombon, megcsúsztam, aztán recs, eltörölt a lábam. Simpolyám nincsen. Nem tudok csinálni, és egy ragasztószalag lesz, jó van, veszek ragasztószalagot. Gyerekek, mi meg nekiállunk fart, nagyon sok fart nyüstölni. Nem hiszem el, megint egy zombi, hát megőrjítenek ezek. Egyszer nem tudsz semmit csinálni, mert arra rohannak rád. Igen, nagyon gázos a szitu. Végre bazd. Gyerekek, valahogy innen le kell jutni, de egyszerűen olyan meredek a dombis, lecsúszok és törik a láb. Vagy hóban leereszkedek, vagy robbantott területen ereszkedek le, vagy leugrok. Ajaj. Jó van gyerekek, mi meg ezt nyomjuk, mint az őrültek.
Mert rengeteg csapda kell ugye, hogy túléljük a hetedik napot. Hányadik nap? Harmadik, hú! Harmadik nap, igen. Ne fogyjál meg! Ne izé fázzá! És még élünk! Még élünk? Még? Hát gyerekek, most mit tegyünk? Ássunk a gyagot, ne ássunk a gyagot. Azt tudom, hogy ástunk-e a gyagot már. Tudom. Talán nem ástunk, jó. Lehet, innen el kéne költöznöm. Na, én meg ezek ropit közben, találtam. Ropi? Még mindig hűlünk, hihetetlen. Pedig már nem vagyok hóba se. Kávét is ittam, és így is hűlünk. Eddig van eltörve a lábam. 18 percig. Jó sokáig. Hébe hóba. Nézzük át a dolgokat. Pontok, egy ponton van. Potér is a pontokra gondoltam, mondom, átnézem. Olyan kellene, amelyik jobban izé... Mi volt az? Jobban? Jobban szedi a cuccot. Blokkot jobban szétveri. Az melyik volt, basszus? Az a harmadik első, hogyha ha építőipari szerszámra gondolsz. Van abból másik is. A mining tool. Van másik is, igen. A mining tools, igen. A mining tools, és akkor azzal gyorsabban szeded a dolgokat. Igen, meg kevésbé fáradsz. Igen, és az jó, mert egy pontos csak, és tudok rakni rá. 47%-ra felnyomtam. Az nem ilyen 10 pontok kellenek hozzá. Ha? Aha, és most már tök jó szedi a fát. Nagyon jó. Azon gondolkodok, hogy nem arra raktál, ami magától is növekszik, ugye? De arra, igen. Az ja, baj. Arra. Hát ugye az magától is növekedett volna. Hoppá, megtámolt a zombi. Én arra szoktam rakni, ami nem magától növekszik, amit mindenképpen csak ponttal tudsz elérni. Hát, raktam erre gyorsabban, tudjak. Hát ja, végül is igen. Meg kellett látni a zombinak. Most elásigottam volna itt az argot, erre megtámad. Ráadásul le se tudom rázni szerintem. Gyerekek, egy követ kell találnunk majd, mert nem lesz jó. Gyerek, menj innen! Jó, szerintem az alapok így meg lesznek. Leesett néni, na végre, elfeküdt. Meghalt, leruglak innen mindjárt, oda van, ennyi, nem tudom lerugni, le akartam rugni a dombon. Az a baj már éjszaka lesz, lehet, hogy felmegyek majd frémekre, vagy nem tudom. Hát de... De minek? Hát nem támadnak meg, nem látnak. Mondjuk, ja, igaz. Nem látnak meg. Ha nem világítasz, vagy nem annyira zölöksz, hogy közvetlen mellettük, hát vagy nem mutat a követ. Be... Hányadik nap jön kutya horda? Mert az is valamikor harmadik mi nap, van? Kutya horda. Miért az izé fix, hogy melyik igen, nap jön? Van harmadik, ja? Vagy hányadik nap van az első. A jó buli. Igen. Egy hát egész horda kutya. Hoppa, ugye? Ott egy szarvas, levadásszuk. Jön rá szépen. Meg a Juliska is ott van. Ó, ott a zombi, viszont nekem. Jaj. Nekem is a Julis, és észrevett. Hogy örül nekem? Gyerekek, nincs nyilvessző. Ez jó ötlet volt, rengeteg fát szedünk. Nincsen nyilvessző, gyerekek. Egy ilyen... Egy ilyen izére gondoltam, egy ilyen öt focipálnyi területet telerakok tüskébe. Csak használ. Tüskékkel, meg mindennel. Ja. Csapdával. Mire ütök addigra? Jaj! Segítség! Ne bánts! Nem én hát voltam! Nem bírom megütni! Nem én voltam! Segítség! Jaj! Ha egyet kapott... Azt hiszem, izé van. Az vészhelyzet! Megittem két kávét egyszerre. Na. Annyi volt csak... Te kiugrik az ivedbe az-e? Egész éjjel bányázok. Leállni se tudok. Ha akarok se... Az anyád piszelje. De olyan köröket csinál, hogy nem tudom számítani. Segítsen valaki. Nekem is. Hát akkor nem tudom, hogy lesz. Tehát ez megtanulta, hogy hogyan megyek. Úgy megy előttem. Nem akar, nem használ neki. Azt a kurva, de gyors az a csávó. Vannak egy idegbetegek, van, ja. Basszus. De már egy elfeküdt, jött egy másik is. Majd akkor én nyugisan fogadlak, újja. Most mit csinálj egy kettővel? Tibi kettővel. Te mutatkozz be nekik. Hát de... Ketten futnak rám egyszerre, most hogy üssem őket? Na, az előbb nekem is kettő volt. És az a durva egyiket se találunk el? Követ kell szereznünk, igen. Amúgy. Egy mert legalább csináljunk, mert semmi nyilvessző. Na végre basztáltok meg.
Na, az, tálasz le, az az, betálasztok? Kifáradok, nem hiszem, mert már megint bazd meg, nekem is rám jött egy. Na jó, hol van megyek agyag? Szerintem a vízbe. Hogy vártok, hol van szarvas inkább bele, az a kérdés. Kedves nővér is van itt egy. Jó. Gyerekek, bazd meg, ezt tudjátok, hogy kedve osztott képernyőn feltölte, mindent látnak egyszerre. Az igen. Van esemény azért itt. Hova lett innen a szarvas? Elkergetett, lehet már jól is olyan messzire, hogy eltűnt a szarvas is. Én nekem a Jancsi kerget engem, te jobban jártál. Ja. És ilyen öt nyíltól ugyanúgy fut meg, se kottyan neki, bassza meg. Azt is azt hittem megint kergetnek. Most már kicsit hagyjatok békén. Baromi sok van, nem tudom. Már ezek... vagyok egy lélegzetet legalább. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni, bazza, annyian vannak. Igen. Nekem is. Ott is. És megint, fut utánam, hallod? Hát megőrülök. Na itt csak lesz izé agyag. Ott is egy Juliska néni, jaj. És eltalál, és nem tudok vele mit csinálni, úristen. Na majd holnap lesz új ajánlát a boltnál, talál lesz csákály. És éhes vagyok, szomjas vagyok. Az egyik. Segítsetek mindig... a kis rókának. És még mindig el van tőzbe, alában. Ne, kettő bazd meg. Rajtam van. Majd csak fejszint van meg, csak, hát... ugye? Igen? Oké. Na, úristen. Nem látom az agyagot. Lesz agyag. Elment innen az a nőci. Leakadt gyerekek, hogy mi a fasz. Hihetetlen, hogy semmi nem volt náluk. Én meg sem nézem, megyek tovább, mert már úgy fölbasznak. Nem már, hát jön még jó, egy jó, neki állok agyagot ásni. Öntöttem. Jó, gyerekek, kraftoljunk. Azt mondja, hogy mit akartunk. Inni meg nincs is. Az a durva. Jó, szerinted azok a pici tüskék jobbak? Ez a Wood Spikes, vagy pedig a egy nagy, tudod? Óha, szerintem az a keresztbe... Keresztbe tüskék. Azok a több, aha. Arra gondolsz, ugye? Aha, jó, olyat. Szerintem az jobb. Oké, olyat kraftolom. Szerintem az jobb. Mint hogyha jobb lenne, ugye? Igen, mert... Nem annyira mennek rajt végig, vagy nem tudom talán annyira. Igen, mert a másikon olyan, mintha végig gyalogolnának. Igen. És vagy kiszakad a lábuk, vagy nem. Ha nem, akkor ugyanúgy tovább mennek. Uh-huh. Ja, a én másik is erre gondoltam. Azért jelentősen megfogja őket szerintem. Uh-huh. Jó van. Oké, köszönöm. De azt is ugye tudod több irányba forgatni, hogy milyen irányba menjen a tüske. Igen. Fölül, elő, oldalt. Lefelé is, hogyha a mennyezetre rakod. Igen. Szerintem az jobb, meg azt fel is tudod húzni, azt hiszem, vagy nem? Igen, fel lehet. Igen. Mind összeset fel lehet mondjuk szerintem. A másikat is fémmel, de nem tudom. Szerintem az a fajta tüske ilyen verembe való, hogy beleesnek és akkor abba beleesnek. Aha. A tüskékbe. Szerintem az olyan helyre való. Oké. Meggyőztél. Ebből elég volt. Én nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy az oda való. Jaj, mi? Ne ijesztél meg! Bazd meg, zombi horda! Ne. Ne! Tudod mennyi? Ne! Ilyen... Számod meg! Kurva sok, bazzeg! Várja! Te kaptál egyet, utána én, ne. Most megint te, Zsolt nem kap hordát! Kurva sok jön! És az a nő, ez kurva gyors! Az a... Vidd a kaktusz felé! Viszem, bazzeg, viszem! Megyek körbe kaktuszok körül! Mit akartam megnézni, srácok? Bányászati hozzájárulás. Ja, mining tools ez lehet, mert nekem bányászati eszközök van. Alatta van még egy ikon, a bányász. Szeret. Az a 10 pontos. Na az, pedig az csökkenti a kitartás. Na mindegy. Gyerekek, bazd meg, mi volt ez? Na, sikerült lerázni? Le, aha. Jó van. Le lehet őket rázni, úgyhogy hogyha nagyon sokat futsz, akkor le lehet. Igen. Ott mászkálnak most meg, basszák meg. Úgy is érdemes, hogy valamit át tudsz ugrani. És ők meg mondjuk elakadnak benne. Akkor is tudsz egy kis előnyt összehozni. Például háznak a korlátjába, hogy olyan helyen jár. Ja, akkor meg ilyesmi. Megkerülik, aha. Én attól félek, hogy vagy úgy fognak egy jönni, egy darabig. Amikor nem látom. És ha? Akkor fog jönni, és akkor nem igazán fogok tudni mit csinálni. Ugye mert... Én meg elhasználtam a kávéimat. Habasztus, rossz helyre raktó. Agyag már 358, lássunk. Pont ide kell jönni ennek, hallod, az izémhez. Kecomhoz.
Ások agyagot meg követ, ez lesz Rakok a egy éjjeli program. Így. Aha. Jó volt ez a tüske, pont belecsaltam. Rájöttem, mit kell csinálnom, a házam szét van tüskézve. Ezt ide futok és akkor megdöglenek rajt, ahogy futkoznak rajt. Ja, nem rossz. Itt ki tudom nyírni őket. Ja, az a lényeg, hogy lábát veszel, aztán onnantól kezdve nem fut. Meg mit akartam mondani, nem tudom, majd eszembe jut. Elkezdtem én is építkezni egyébként. Tényleg? Uh-huh. Ugye az alapanyagot szerzek. Egy ilyen nagyobb placot, egy kis emelvényt, ahol majd motorral is akár fel tudok ugratni, meg ilyen dolgok. De nem, fából. Megírod. Ott fából, mászik ugye? Már megint. Fából igen, fából, még. Igen. Gondoltam. Nem betonozol még azért. Persze. Ja, izé, acélból. Polírozott acélból van már minden. Kohót már tudok csinálni egyébként, csak... Én a boltét használom. Tudnák, de nem használom. Hát nem itt a bolt az fene tudja most hol van, én nem megyek oda be a... Tudod, benn van az kiégett területen. Na ez a baj, nekem is szar helyen van a bolt. Fönn van a hidegben, meg hegytetőn is. Ki akarok igen, onnan most... jönni, akkor meredek meg minden, de mindegy. Most egyelőre most 7. napig használom, aztán majd meglátjuk. Azért én most nem szívesen bennék oda be megint. Az a helyzet, hogy a vegyész munkapad kivételével mindent lehet használni, úgyhogy elég vonzó, de nem tudom mennyire kell az igazából az elején, nem tudom. Tudnák ott készíteni, nem tudom. Szöllagotások egyelőre. Kifogyott a kávé, legalább valamennyire ki tudtam használni. Bevettem két kávét. Alakulunk. Két üveg kávét ráadásul. Két üveg kávét megküldesz, az jó, két tesz üveg, biztos. Ilyen duncos üveg kávé, az egy kicsit durva mennyiségben. Nem hiszem, hogy 2 percig lennék kitartó. Vagy 3, nem tudom ja, meddig. 12 órás műszakot ledarálnád. Aha, simán. Két gépen egyszerre. Ja, a gyerekek. Az a baj, hogy olyan hülyén jön ki ez, hogy ilyen. Jaj, van egy csomó lyukkám. Ja, voltunk beszerzésen. A lábam viszont legalább meggyógyulhatna, az már legalább egy 3-6 perc, nem baj, ássunk. Lábad el van törve. Elám, de be van kötve. Nem jó. Nem jó, futó. Az nagyon nem jó futó zombi környéken. Ilyen maratonfutási dolgok, na nem egészséges dolog. Meg főleg ha lárgyon egy csomó zombi, az kellemetlen. Főleg amikor megkocogtatják a vállamat futás közben. Hogy csináljam, hát olyan hülyén jön ki. Tudod a... Nem egy csíkban vannak a rémek. Ja. Hanem ilyen érdekesen raktak. Nem síkot terület? Igen. Ja, értem, ilyen hát izé. Úgy, ilyen ilyen elfordított. Ja, ilyen elfordított. Ilyen. Lejtőnek hívják gyerekek. Minek? Lejtőnek, nem? Nem arra gondol szerintem, hanem hogy szembenézi, és amit kiásott, és akkor nem így. Igen, nem. Ilyen ja. Sarkosarra kell el, tudod? Ja, igen. Szerintem arra gondol, ilyen sarkosarra kell el, nem ilyen. Ja, nem úgy, mint az izé Minecraftba. Kockát kiveszed. Ja, igen, az a helyes megfogalmazás. Helyes leomlott az egész. Úristen, mit csinálok én itt? Mi omlott le? No. A frémek, amit fölraktam, azok leomlottak, és a zombi meg ott ja, állt. Ja, nem volt olyan tartós, ja. Ejjjaj. Nem ám a zombik verték le. Már föltütik, az meg békésen átsol. Nem a zombi, csak... Én is itt társam az agyagot, aztán azt várom, mikor ugranak az ölembe. Ez így elég zavaró. És nem tudok vizet készíteni, mert... Izgalmas, az biztos. Mert. Van itt egy sátortábor, azt meglátogatom az éjszaka. Jaj, 10 óra. Futni. Ja, én is szerintem éjszaka lehet, hogy jobban fogok inkább kimenni. Aha, én is bátrabb vagyok. Igen? Csak az a baj, a nézők lehet nem sok mindent látnak belőle. Pofán verem, amelyik megpróbálnak támadni lapáttal. Csak az a baj, már nem tudom merre volt a sátortábor. Ott van, még látni, jó van. Gipakolunk, srácok, azt megyünk bányás, tovább. Nem? Kell kő is, mert nincs nyílveszőhöz való kő. Lehet, hogy túl nagyra építettem ezt a kis placot, lehet, hogy... Ha itt egy zombi, ezt valamit kéne csinálni ezzel, mert... Hát, gyerekek vadásznak szeretni. Rád! Gyerülök, nem, vadásznak nem, rád! De csak eddig! Mentem 2 métert, azt leráztam, megállt. Jó. Kedves nővér! Sötétedik, lehet, hogy... Vah, nem talált. Gipakolunk egy-két dolgot, gyerekek. Szoktam. Össze. Feltaláltam. Csináljak ezzel. Gyerekek, meglövöm a zombit. Teljesen ellenkező irányba fut. Azt se tudja, hogy honnan lőttem. Az nagyon jó, fasza. 10 óra után már... Mennyire van világos? Világos van valamennyire azért? Aha, látni.
Akkor jó. Még látok itt. Megyek én is szerintem. Van egy pisztolyom. Ilyen szürkület. Pisztolyod? Aha, és van hozzá 20 lőszerem már. Na, az már biztató dolog. Várjál, valami volt nekem is. Csak nagyon nem merem használni. Lehet, hogy magammal viszem, aztán végszükség esetén, ha nagyon szarba vagyok, azért jó szét igen. darálni. Maximum fejből, mert aztán csak megáll, vagy a lábát. Ja, valami. Én lehet, hogy viszem magammal, eddig nem akartam, de... Inkább viszem. Na, jó van, gyerekek, megyünk. Csontkés már nem kell, mert van vadásztőr. Nagyon... Lebányázom nekem is. Ez nekem nagyon nem tetszik. Nagyon hörögnek. Az jó. Az jó, amíg csak hörögnek, és nem vesznek észre. Az a baj, nekiállok ott a fémeket pakolni, és nagyon hörögnek, nagyon hangosak. Hát lőd meg őket, aztán csak elfutnak más irányba. Hát, de itt... Hát ugye nekem itt tó van, egy hatalmas tó, tenger, majdnem. Nem, ez csak tó. De hát ugye abba belefutnak, vissza is jönnek. Aha. Mert a széléről visszajön. Igen, igen. Lehet, hogy rossz volt a helyválasztás, de hát most... Hát igen. Nekem is és fel olyan gondok mennem. Vannak, de maradok a boltnál. Fel kellene mennem, mert... Srácok, mi meg megyünk még alapanyagot szedni. Én máshogy csinálok, mint alapanyagot gyűjtök egyébként. Igen, ugye az elején ez megy. Fejlődni is kell, meg alapanyag rengeteg mindenből. Éves szőt is csináljál, akkor valami épületet is csináljál, vagy valami rejtek helyet. De ez kell, és sok, sokat kell ütni a kevés anyagért. El kéne búcsúznunk, srácok. Igen. A következő részt meg folytatjuk, jó? Jó van, persze. Jó, akkor itt az építkezés. Akkor innen folytatjuk. Csá! Sziasztok! Sziasztok!